Az afrikai sertéspest is a házi sertéseket és a vaddisznókat támadja meg. Az Afrikában őshonos betegséget még a múlt század elején mutatták ki először. Legutóbb 2007-ben Grúziában jelent meg, és 2014-ben ért Európába. Tavaly karácsonykor már a magyar-ukrán határ közelében is kimutatták a betegséget, Magyarországon azonban még soha, ezért is fontos a megelőzés. Ha véletlenül bekerül, nagyon fontos, hogy minél hamarabb megismerjük, beazonosítsuk, megállapítsuk a betegséget, és ebben az állattartóknak elengedhetetlen, elévületlen szerepük van. Mi a szerepük? Legelőször is, hogy bármilyen tünetet észlelnek az állatán, tehát bármilyen nem normális, rendellenes viselkedést, azonnal szóljanak az állat állományát ellátó állatorvosnak, vagy a hatóság állatorvosnak. Ő maga, amit láthat, az állat bágyattabb, nem eszik úgy, nagyon jellemző, hogy esetleg imbolygó, inkoordinált a mozgása a sertésnek, illetve, hogy később pedig néhány nap múlva a bőrön vérzésszerű elváltozások tapasztalhatók. A betegség emberre nem veszélyes, csak az állatok fertőződhetnek meg az afrikai sertéspestissel. Jelenleg a vadásztársaságok kötelezettsége, hogy keressék a vaddisznó állattetemeket, mert ezekből tudják kimutatni a vírus esetleges megjelenését. A magyar-ukrán határ mentén 10 kilométeres körzetben a társaságok feladata a vaddisznó állomány sűrűségének csökkentése, mivel komoly gazdasági károkat okozhatnak. Közvetlen károkat is okoz, ezek is nagyon jelentősek, és talán még jelentősebb az úgynevezett közvetett károk. Közvetlen kár az, hogy ahol a betegséget megállapítják, ott azt az állományt azonnal fel kell számolni, ami az állatállomány leülését jelenti, és ezeket a hullákat ártalmatlanítani szigorú módon. Ez természetesen mindent az állatégi hatóság csinálja már, tehát a felszámolás az állatégi hatóság irányítása és útmutatása szerint történik, tehát mind az érintett állományt, mind azt, amit a járványi nyomozás szerint kapcsolatba kerületett ezzel az állománnyal, azokat is mind fel kell számolni, illetve valamennyi ragályfogó tárgyat, mert mint ahogy említettem, ezeken nagyon sokáig, hosszú ideig életképes marad a vírus. A fertőzés legsúlyosabb következménye az lenne, hogy az Európai Unión kívüli országok azonnali, szigorú kereskedelmi korlátozó intézkedéseket vezetnének be Magyarországgal szemben, ez pedig hatalmas nemzetgazdasági károkat eredményezne.